Vedd észre az erőszak jeleit címmel indult el a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet figyelemfelhívó kampánya a kapcsolati erőszak megelőzése érdekében. Az erőszak jeleiről, fajtáiról és a kampány céljáról beszélgettünk Rácsok Balázzsal, a szervezet szociális és fejlesztési igazgatójával. A belvárosban mindenfelé nagyon figyelemfelkeltő plakátokkal lehet mostanában találkozni, és ez az új kampányotok kapcsán került ki. Tudnál egy kicsit mesélni erről a kampányról? Az Ökumenikus Segélyszervezetnek ez a Vedd észre kampánya, ez most másodjára került sorra, aminek az a célja, hogy a kapcsolati erőszakra hívjuk fel a figyelmet, arra, hogy ez nem csupán azt jelenti, hogy fizikai bántalmazás van, amikor egy kapcsolati erőszakról beszélünk, hanem sokkal szélesebb értelemben értelmezzük, illetve fontos az a vizualitásnak a megjelenítésében, hogy többféle plakáttal jöttünk ki. Van, amikor ugye a gyermekem van, a úgynevezett zacskó, valamikor az apám, valamikor pedig az anyán, ami azt próbálja bemutatni, hogy a kapcsolati erőszaknál mindenki lehet áldozat. Másik fontos célunk az, hogy bemutassuk, hogy nem csak a fizikai erőszakot hívjuk kapcsolati erőszaknak, hanem sokkal szélesebb az a spektrum, amit kapcsolati erőszaknak nevezünk. A kapcsolati erőszakkal kapcsolatban pont ma reggel is egy rádióműsorára tűzte ezt a témát, és olyan férfiakat kértek be telefonálásra, akiket a nő bántalmazott. Sokszor szerintem az érintettek nem is sejtik, hogy ők már így erőszaknak vannak kitéve. Tipikus ez Magyarországon, hogy az úgynevezett áldozatok egy kicsit áltatják magukat? Ugye a kapcsolati erőszak az egy nagyon intim történet, tehát senki sem szeret erről igazából beszélni. Vannak olyan útjaink, hogy majd meg fog ez oldódni, áltatjuk magunkat, biztos lesz majd jobb is, vagy éppen a gyermek miatt együtt fogunk maradni, vagy igazából nem is tudja akár a fiatal sem, vagy a felnőtt sem az, hogy ő, amiben éppen benne van, az már egy kapcsolati erőszak, vagy annak egy elkezdett formája. Ugye, amit említett a férfiak kapcsán, az kicsit bonyolultabb történet, mert hogy ott meg a szégyen lehet, hogy sokkal nagyobb, illetve a férfiak akármilyen problémájuk van segítséget kérni, sokkal később fordulnak, vagy valamikor nem is mennek, vagy nem is gondolnak arra, hogy ők kaphatnak segítséget. Az otthon négy fala között zajló erőszakról a legtöbb esetben csak akkor értesülünk, amikor már megtörtént a tragédia. Pedig az erőszak, legyen az fizikai vagy lelki, minden esetben nyomokat hagy maga után. Magyarországon a kapcsolati erőszak áldozatainak száma több százezerre tehető. A bántalmazói kapcsolatból való kilépés nehéz. A testi lelki sérülések negatív hatásai hosszú évekre meghatározzák az áldozatok életét. Fontos a jeleket felismerni, illetve fontos, hogy a segítség minél hamarabb érkezzen. A konkrét célja a kampánynak egyrészt az, hogy vegyük észre a jeleket, azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy egy bántalmazói kapcsolatba megyünk bele, vagy már benne vagyunk, és hogy minél hamarabb szálljunk ki. Azért azt látjuk, hogyha valaki belekerül egy bántalmazói kapcsolatba, akkor az idő elteltével egyre nehezebb abból kikerülni, egyre több olyan dolog történik a családon belül, ami oda köt bennünket. Ha csak azt nézzük, hogy két fiatal összeismerkedik, utána összeházasodik, jön a gyermek, esetleg hitellel terhelt már a családnak a közös büdzséje, és ilyenkor kiszállni egy kapcsolatból és újrakezdeni az embernek az életét, az sokkal nehezebb. Tehát az időzítés nagyon fontos, lehet az egyik üzenete, a másik pedig az, hogy aki nem érintett a bántalmazással, hogy mi is figyeljünk oda másokra. Tehát mi is vegyük észre azt, hogyha a szomszédban, az iskolatársunkkal, a munkahelyünkön valakinél azt látjuk, hogy bajban van, és ajánljuk fel neki a támogatásunkat, segítségünket. Ez a helyzet, hogy az erőszak a kapcsolatokban világszerte ismert jelenség Magyarországon, átlagosan durvább a helyzet, vagy ugyanolyan, mint máshol, vagy esetleg még jobb is? Nagyon nehéz számokat mondani, meg statisztikákat mondani. Azt látjuk, hogy ugyanolyan nagy probléma Magyarországon is, mint az Európai Unió többi országában. Az mindig nagy kérdés, hogy
hogy egy ország hogyan ítéli, vagy társadalom elítéli az erőszakot, illetve hogyan lép fel közösen ellene. Ebben már azért vannak különbségek. Tehát azért Magyarországon látjuk azt, hogy amikor egy kereskedelmi televízióban viccelni lehet a kapcsolati erőszakkal, vagy egy rádióműsorban poénként hozzuk ezt fel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nagy baj van. Mert hogy egy nagy társadalmi fellépés kell abban, hogy azt mondjuk, hogy ez nem jó, ezt nem szabad tűrni, és mindenféleképpen fel kell lépni ellene. Ha valaki úgy dönt, hogy segítséget fog kérni, akkor gyakorlatilag most fordulhat a segélyszervezethez is? A Vedd észre kampány elsősorban nem arról szól most, hogy a segélyszervezethez fordulhat segítségért, de a honlapunkon a www.segélyszervezet.hu weblapon, ott van egy Vedd észre aloldal, ahol konkrét segítségek is fel vannak sorolva, tehát van ingyenes telefonszám, ahova lehet menni, illetve a segélyszervezetek is vannak olyan krízis otthonai, vagy titkos menedékháza, ahova lehet fordulni segítségét, akkor, amikor már nagyon nagy baj van. Elsősorban most az a célunk, hogy a megelőzésre, a prevencióra hívjuk fel a figyelmet, és hogy igazából ne kelljen otthonra elmenekülni, hanem meg tudjuk előzni ezt a fajta problémát. Érkeztek-e már visszajelzések a kampánnyal kapcsolatban? Nagyon sok visszajelzést kapunk, ez már a tavalyi évben is, amikor a segélyszervezet meghirdette a Vedd észre kampányt, akkor is sokkal több levelet kaptunk, most is így van ez. Nagyon érdekes a fiataloknak a reakciója a Vedd észre kampány kapcsán. Nagyon sokat beszélnek arról, hogy vajon mit is jelentenek azok a motivumok, amik megjelennek, vajon mit is értünk a bántalmazás alatt, illetve levélben keresnek meg nők, férfiak azzal kapcsolatban, hogy nehéz helyzetben vannak, mit lehet csinálni, hova lehet fordulni. Külön hozadéka még a Vedd észre kampánynak, hogy ráépül erre most egy prevenciós program is gyermekek számára, és várjuk az iskoláknak a jelentkezését, hogy van egy tavalyiben már 2000 gyermek részt vett ilyen információs, prevenciós osztályfőnöki órákon, és nagyon szívesen megyünk ebben az évben is tájékoztatást tartani, egy kicsit beszélgetni a fiatalokkal ezen a területen. A szemléletformálás mellett az ökumenikus segélyszervezet a gyakorlatban is sokat tesz a kapcsolati erőszak áldozataiért. Krízisközpontokat, illetve titkos menedékházat működtet, ahol fogadja a bántalmazás elől menekülésre kényszerülőket, komplex segítséget nyújtva számukra. A segélyszervezet az elmúlt években több ezer fiatalt vont be témával foglalkozó középiskolai prevenciós programjaiba. Milyen árulkodó jelek lehetnek egy kapcsolatban az erőszakra utalóan? De vannak a fizikai jelek, amik általában nagyon látható módon jelennek meg, de mindig azt szoktuk mondani, hogy mindig figyeljünk oda a másikra abban, hogy hogyan változik meg az ő magatartása. Tehát amikor mondjuk egy gyermek hirtelen nagyon zárkózott lesz, nem keresi már a barátait, vagy addig nagyon sokat jártak hozzá barátok, de most már nem engedi, hogy jöjjenek hozzá. Hogyha mondjuk egy munkatárs, amikor mondjuk 10 percet később tud hazaindulni, ettől nagyon elkezd szorongani, pánikba esik, hogy jaj, mi lesz otthon, akkor ezek mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Fontos például tornaórákon a gyerekek egymásra odafigyelni, hogy azok a sérülések, amiket esetleg látnak a társaikon, azok valóban esetleg egy eleséstől vannak, vagy egy hétvégi biciklizéstől vannak, vagy pedig állandóan folyamatosan lehet ezeket rajtuk látni. Árulkodó jel lehet például egy szexuális abúzusnál, amikor gyermek ellen történik, esetleg egy túlzott szexuális magatartás is, amire szintén oda kell figyelni. Tehát mindenképpen a magatartásban ilyenkor valami változik. Aki esetleg nagyon csendes volt, az lehet, hogy most hirtelen nagyon lobbanékony lesz, ingerült lesz a fiatal. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan jelek, amiknél fontos, hogy lássuk a folyamatot, és amikor valami változást tapasztalunk, akkor kérdezzük meg, hogy azt látjuk, hogy valami gond van, tudunk-e segíteni. A párkapcsolatokban gyakran van az, hogy a bántalmazó fél bocsánatot kér, és megígéri, hogy meg fog változni. Esetleg erre utalóan van-e bármi tanács, hogyha mondjuk már több egyszerre fordul elő, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy ez így nem jó? A kapcsolati erőszaknak van egy nagyon sajátos dinamikája, és igen, amikor
elmenekül a bántalmazott, akkor van egy ilyen periódus, egy ilyen mézes hetek periódusa, amikor igen, megpróbálja visszacsábítani, visszaszerezni. Én mindig azt mondom, azt a tárgyat, akin eddig uralkodtunk, vagy élősködtünk. Fontos azt megnézni, amikor bántalmazottakkal szoktam beszélgetni, hogy nézzék meg, hogy abban az adott szituációban ki irányít. Tehát, hogyha komolyan gondolja a bántalmazó azt, hogy ő ezt megbánta, hogy változtatni szeretne, vagy változni szeretne, akkor kezdjen el irányítani a bántalmazót. Szabja ő meg a kereteket, hogy hogyan tud visszamenni, mit tegyen meg a másik, milyen garanciákat tud felvállalni annak érdekében, hogy ő tényleg elindult egy úton. És amikor ezeket behozzuk egy ilyen segítő beszélgetésbe, ne talán bevonjuk a bántalmazót a probléma megoldásában, akkor nagyon hamar ki szokott derülni az, hogy igazából a bántalmazó az nem vállal semmit, csak vissza akarja kapni azt a felet, és úgy akarja visszakapni, ahogyan ő szeretne, és ilyenkor lepel az egyéb más szándékok kapcsán.